Jó napot kívánok, dr. Molnár Tamás Géza vagyok, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának főiskolai docense. Előadásom címe: növényvédelem gépesítése. Növényvédelmi eljárások feladata: kultúrnövények kártevőit és betegségét időben felismerni, és az általuk okozott károkat megelőzni, korlátozni. Különböző technológiai lehetőségeink vannak: agrotechnikai, biológiai, mechanikai és kémiai módszerek. Alkalmazási terület szerint szántóföldi, favédelmi, szőlővédelmi és univerzális. Növényvédelmi eljárásoknak nevezzük. A növényvédelem a termesztett növény károsodásával vagy megsemmisülésével fenyegető veszélyek elhárítására alkalmas eljárások összessége, olyan berendezések alkalmazása, ahol folyékony vagy szilárd halmazállapotú növényvédőszereket, apró cseppek formájában permet vagy kötszerűen juttatunk a növényzetre, leveleire, lombjaira. Agrotechnikai követelmények: a védőszert egyenletesen szétporlasztva, elosztva juttassák a növényzetre. Biztosítsák az egész növény vagy az egész részének teljes beborítását védőszerrel. Ne duguljanak el, könnyen és egyszerűen tisztíthatóak legyenek. A kijuttatott védőszer mennyiségének változtathatónak kell lennie. Cseppképzési módszerek. Beszéltünk szórástechnikai módszereken belül permetezésről, porlasztásról, kötképzésről, porozásról, mikrogranulátum szórásról. A cseppképzés módja történet hidrolikus, pneumatikus, mechanikus, kombinált és termikus eljárások segítségével. Permetezőgépeken belül beszélhetünk munkájú mód szerint permetező, porozó, csávázó és egyéb mikrogranulátum szóró berendezésekről, alkalmazási terület szerint pedig szántóföldi, favédelmi, szőlővédelmi és univerzális megoldásokat tudunk használni. Üzemeltetés módja szerint lehet háti és traktorvontatású vagy traktorra függesztett kivitel. Cseppképzés elve alapján beszéltünk hidrolikus cseppképzésről, szállító levegős hidrolikus cseppképzésről, mechanikus cseppképzésről, egyéb fizikai elven működő eljárásokról, illetve termikus cseppképző eljárásokról. Az adott ábrán egy hidrolikus permetezőgép technológiai felépítése látszik: tartály, keverőszerkezet, szűrő, szivattyú, légős, nyomásszabályzó, visszavezető cső, cseppképző berendezés, illetve az önfeltöltő szivattyút látjuk. A növényvédelmi eljárásoknál rendkívül fontos a szűrőrendszerek alkalmazása. A növényvédő gépek esetében többfokozatú szűrőrendszert használunk, melyet a színek is mutatják a keresztmetszeteket, az áteresztő képességet. Az alábbi ábrán hidrolikus cseppképzésű permetezőgépeket látunk vontatott kialakításban, függesztett kialakításban, illetve önjáró kivitelben. A hidrolikus cseppképzésű permetezőgépen belül kertészeti alkalmazások látunk példát. Légporlasztásos permetezőgépek alábbi ábra mutatja a működési elvet. A következőképpen történik. A ventilátor által létrehozott légáramba egy kisnyomású szivattyús rendszer fogja biztosítani a növényvédőszer bejutatását, majd a levegő hatására cseppekre bontja, és ezáltal történik a növényzetre való kijuttatása. Légporlasztásos permetezőgépeknél a permetlé vezetés módjának különböző technológiai lehetőséget látjuk: megegyező irányú légáramra merőleges permetlébevezetés, permetlébevezetés szórógombával, illetve ellentétes értelmű levegő és permetlé irányra látunk példát a negyedik ábrán. Légporlasztásos permetezőgépek elosztó szerkezeteit látjuk: szántóföldi kerettel, kétirányú fúvócső, egyirányú fúvócső, favédelmi fúvócső és favédelmi fúvótorok bemutatását látjuk. Az alábbi ábrán egy szántóföldi szórókerettel rendelkező vontatott permetezőgépet látunk, melynek a tartály térfogata 2500 liter, állítható nyomtávolsággal rendelkezik, 18 méteres szórókerettel bír, illetve hidrolikus működtetésű.
Az alábbi ábrán egy vontatott axiálventilátoros permetezőgépet látunk, mely esetében a levegő axiális tengelyirányba lép be és sugárirányba távozik. Alkalmazási lehetősége kertészetekben, gyümölcsösökben, szőlőültetvények esetében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!